Közműtartozás miatt kikapcsolt fűtés, borítékban megrendelt villanykörtecsere. A vs.hu is sokat foglalkozott a közoktatás mai helyzetével. A problémákra a hétvégén 10 000-es tüntetés hívta fel a figyelmet. Most arra voltunk kíváncsiak, parlamenti képviselők a jelen helyzetben szívesen járatnák a gyermekeiket állami oktatási intézménybe. Miket tapasztal, mik a vélemények a mai magyar közoktatás állapotával? Nem akarok ebbe most belekeveredni. Egészségügyel foglalkoztam most pápa találkozóval. Nem akarok ebben elharagudjon most az oktatás kérdésében. Nem is vagyok ebbe fölkent. Ne haragudj. Hát persze, hát az én unokám is iskolában jár. Neki milyen tapasztalatai vannak? Nézze, egy gyereknek a tapasztalata nem feltétlenül a fenntartó dolgaival függ össze, hanem elsősorban a tanulmányaival, és azok jók. Van olyan klikkes iskola, ahova szívesen ajánlanék akár jó ismerők gyermekét, de ez nem a klik miatt van, hanem még mindig az adott iskola pedagógus kara miatt. Ne haragudjon. Nekem a tapasztalataim nem rosszak, a tanárok teszik a dolgokat. Nekem 3 gyermekem jár általános iskolába. Jó tanárok tanítják őket, úgyhogy én maximálisan elégedett vagyok. Mind a 3 gyermekem olyan intézményben tanul Debrecenben, amely a klikhez tartozik. Egyúttal persze ott Debrecenben, mert Debrecen egy ilyen város, a város, amely a működtetést végzi. Ez egy nagyon jól működő rendszer Debrecenben. Hogy a pedagógus mondjuk miért folyik abba bele, hogy a klik meg a fenntartó közötti esetleges anyagi viták, az érthetetlen a szülőknek a számára. Mert szerintem nem a pedagógusra tartozik. A pedagógusra az kellene, hogy tartozzon, hogy kiáll a katedrára, és tanítja a gyermekeket. Teljes frusztráció van az iskola, a pedagógus karban, illetve az iskola vezetéseknél. Mondom pontosan azért, mert ez a szupercentralizáció egyszer megbénítja a normál ügymenetet is az iskolákban. Tegnap már úgy hallom, vagy a hétvégén az egyik tüntetésen valami szülők nevében is felszólalt valaki, aki éppen csak a gyerekeiről nem beszélt. Tehát ez a legnagyobb probléma, hogy itt a tömegben ott ácsorognak ordas karmaikat előre tartva az ellenzéki pártok vezetői, és szurkolnak az Orbán takarodj kiabáláshoz. Tehát nem erről kéne szóljon ez az egész. Értelmes párbeszéd kéne, hogy legyen, nem pedig ellenzéki pártok és más szervezeteknek a kormánybújtató szándékú megnyilvánulása, pedagógus tüntetésbe burkolozva. Itt ez már elcsúszott szerintem teljesen. És olyan történeteket egyébként, amiket lehetett hallani a demonstráció előtt, hogy milyen apróságok okoznak nehézséget, krétarendelés, villanykörterendelés, milyen pénzügyi nehézségeik vannak iskoláknak, hogy nincs úszásoktatás, ilyeneket ön soha nem tapasztalt még, vagy ismerősei, baráti körében? Szerencsére a tanárok ezeket a konfliktusokat a konkrét tanórára általában nem viszik be, úgyhogy ez konkrétan a gyerekeken nem csapódik le, de természetesen ezekről az anomáliákról én is tudok. Ezek jogos problémák, meggyőződésem szerint ez meg fog oldódni. Én a saját gyermekeimén látom, hogy mondjuk a ma 16 éves gyermekem, amikor alsó tagozatos volt, akkor 5 órával elbírt naponta. A mostani alsó tagozatos gyermekem azonban, a sorrendben a 3., aki már az új óraszámmal végzi az általános iskolát, ő pedig hát ilyen 7 órákat ücsörög 3., 4. korában naponta az iskolában. Ez így nincs rendjén. Tehát ezt apukaként, meg volt iskolaigazgatóként mondom, hogy na ez itt gáz. A húgom egy szintű tanít, és egy egyházi fenntartású intézményben dolgozik, egy kisvárosban. Az egy érdekesebb dolog, hiszen ott nem a klika fenntartó, és milyen érdekes, hogy ott is vannak az előbb említett hasonló kérdések. Mert hogy az oktatáson belül mindig is voltak, mindig is lesznek, ezt tudni kell értelmesen megbeszélni a feleknek, a szakembereknek. Én remélem, hogy ez most is, én látom, hogy zajlik, és remélem, hogy jó eredményt is fog majd elérni.